Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt a legfrissebb adásunk, itt az Ultrahang Plus YouTube csatornáján. A vonalban ezúttal nem más a vendégük, mint Árokszálási Zoltán, az MBH elemzési centrumának igazgatója, akit nagy szeretettel köszöntünk, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Köszönöm szépen a megkeresést én is. A mai adásunkban gazdasági témákkal fogunk foglalkozni, viszont mielőtt ezekbe belekezdenénk, hallgatóinkat továbbra is emlékeztetjük, illetve kérjük, hogyha még nem tették meg, iratkozzanak fel csatornánkra, hiszen így akár értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételeinkről, emellett pedig továbbra is hálásan és köszönettel fogadjuk adományaikat a képernyő aljában, illetve a leírásban megtalálható megújult weboldalunkon keresztül, ahol támogatásokat követően ajándékba egyébként hozzáférhetnek az ultrahangadásainak reklámmentes verzióihoz, illetve akár az ultrahang közönség találkozók vágatlan felvételeihez is. És már is belekezdve a mai adásunk tematikájába, az első és legfontosabb hír, ami a mai beszélgetésünk apropója is egyben, az nem más, mint hogy arról olvashattunk híradásokat, hogy a 2021-es szintre emelkedett vissza a magyarok fogyasztása idén augusztusban. Több érdekes aspektusa is van ennek a hírnek, illetve majd kitérünk a részletekre is. Elsőként viszont talán onnan kezdhetnénk a beszélgetést, hogy pontosan mit jelent ez, milyen metrikákban, milyen aspektusokban jelenik meg ez, illetve mit jelent az, hogy megemelkedett a fogyasztás, jót jelent, rosszat jelent, mit várhatunk ettől? Azért ez összességében mindenképpen egy pozitív hír, hogy azért a fogyasztási szintünk elkezdett emelkedni, és tényleg most már a legutóbbi adatok alapján ez 2021-es szintekig emelkedett vissza. Ugye itt több mutatót is szoktunk figyelni, amiből arra következtetünk, hogy a fogyasztás vissza tudott emelkedni, például a kiskereskedelmi forgalom ilyen, ugye az augusztusi adat az, ami nem olyan nagyon régen megjelent, itt 4,1%-os növekedés az, amit a KSH regisztrált, és ez egyébként meghaladja az általunk várt adatot is, és mivel itt egy jelentősebb növekedésről volt szó egyik hónapról a másikra, ezért lehet kimondani azt, hogy a kiskereskedelmi forgalom az visszatért a több évvel ezelőtti szintekre. De természetesen nézünk más adatokat is, ugye a GDP-n belül is vannak adatok, ami ugye a nemzeti számlák adatgyűjtésből származik, a termelési oldalon, úgymond termelési oldalon, de ott veszik számba a szolgáltatások alakulását, és hát ott is azt látjuk, hogy azért összességében ez a terület teljesít jobban a GDP-n belül. Ugye a gazdasági növekedéssel kapcsolatban most problémaként jelentkezik az, hogy az ipari termelés az nem teljesít túl jól, ennek legfontosabb oka az, hogy Magyarország külpiacain feldolgozóipari termékek iránti kereslet eléggé gyenge. Ez praktikusan ugye azt jelenti, hogy azok az autók, azok a elektromos akkumulátorok, amiket Magyarország állít elő, azok iránt a kereslet az most nem annyira acélos. Viszont a másik oldalról a szolgáltatások területéről valamivel jobb a helyzet, és hát a kiskereskedelmi forgalom is ezt mutatja. Egyébként ennek az oka az összességében, hogy azért a reálbérek jelentősen emelkednek, sőt, akár azt is kijelenteném, hogy annyira emelkednek a reálbérek mostanában, hogy akár ennél is jóval gyorsabb fogyasztás növekedést kellene valójában látnunk, mint amit az elmúlt hónapokban, negyed években tapasztaltunk Magyarországon. Ha már említette azt, hogy akár még jobb is lehetne, akkor ide csatolnék egy másik hírt, ugye arról is híradásokat olvashattunk, hogy a román fogyasztás is egyébként emelkedett itt a szomszédban. Augusztusban a nyers adatok szerint 8,1%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Romániában, 2023. augusztusához viszonyítva. Ezt ugye az Országos Statisztikai Intézet közölte, és én most éppen a portfolio.hu-ról idéztem ezt az adatot, és ennek kapcsán kérdezném, hogy hogyan viszonyul a magyar növekedés, a magyar statisztikai adatok, amik most a napvilágot láttak, hogyan viszonyulnak a környező országokhoz képest, és miért pedzegetik esetleg mások bizonyos szempontból azt a kérdést is, hogy akár még ennél magasabb is lehetett volna, hogy kell ezt elképzelni, hogyan illeszkedünk be a nagy térképbe? Igen, itt sok dimenziót érintettünk ebben a kérdésben. Ugye itt szó volt ugye a romániai fogyasztás növekedésről, illetve a többi régiós országban látható fogyasztás növekedésről, meg hogy ez több is lehetne. Úgyhogy próbálom talán inkább a végéről elkezdeni, hogy miért lehetne több.
Ugye azt látjuk jelenleg, hogy a bruttó bérek emelkedése, legalábbis a KSH-ről ad tanúbizonyságot hónapról hónapra, továbbra is igen magas. Tehát egy év alatt hónapról hónapra több mint 13%-os bérnövekedést mér a KSH. Ennek egy része egyébként lehet fehéredési hatás is, ugye a tavaly évről az idei évre jelentősen nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum. Elképzelhető, hogy vannak olyan munkavállalók, nem is kevesen, akik ugye korábban esetleg nem feltétlenül kapták meg a teljes bérösszegüket, úgymond teljesen legálisan, tehát egy részét akár feketén kapották, és ez kifehéredhetett, tehát hogy most már a munkaadójuk lejelenti a nagyobb vagy akár a teljes fizetésüket, és ez ugye ki van mutatva a statisztikában, de valójában ezek a munkavállalók nem kapnak ennyivel több bért. Tehát, hogy ez is lehet egy oka annak, hogy bár azt látjuk, hogy a bruttó bérek emelkedése tényleg az idei éves átlagban az olyan durván 14%, sőt talán azt hiszem még ennél magasabb is, a legutolsó adat volt 13% fölött egyébként, júliusban, és az augusztusi adat, ami nem sokára meg fog jelenni, az is valószínűleg 13% fölött lesz. És ugye az infláció az most meg már 4% alatt van, tehát ugye könnyen ki lehet számítani, hogy a reálbérek azok eléggé tetemes mértékben nőnek. De lehet, hogy egy része ez egyfajta fehéretési hatástak is nem valódi béremelkedés. Bár ezt próbáltuk azért vizsgálni itt az elemzési centrumban, az MBH banknál, és azt láttuk, hogy a nemzeti számlás statisztika nagyjából lefedi azt, mint amit a KSH-bér statisztikája sugall, tehát hogy itt a diszkrepancia azért nem látszik. Tehát, hogy ez biztos, hogy egy érdemi erős béremelkedés van Magyarországon, és ehhez képest, hogy idézőjelben csak mondjuk 4,1%-kal nő a kiskereskedelmi forgalom, vagy a második negyed évben a háztartások fogyasztása megint csak idézőjelben 4,1%-kal nő, az egy kicsikét olyan kevésnek tűnik, tehát egy ekkora béremelkedés mellett azért ez lehetne 5-6-7% is. Hogy ezt kontextusban helyezem, hogy mit jelent ez a fogyasztás növekedés, hát ilyen 4%-os fogyasztás bővülés mellett a magyar GDP növekedés, az ugye bőven 2% alatt volt a második negyed évben, ami rendkívül szokatlan, ugye ez azért van így, mert a fogyasztás bővülése mellett a beruházások rendkívüli módon visszaestek Magyarországon sajnos a második negyed évben, hogyha a beruházások akár csak ilyen nulla közeli tempót vettek volna fel, már akkor sokkal gyorsabb lenne a magyar gazdasági növekedés egy egyébként 4%-ot meghaladó fogyasztás mellett. Tehát, hogy visszatérve, azért lehetne nagyobb valójában a fogyasztás, mert például a béremelkedés ezt akár lehetővé is tenni. Ugye itt más indokok is vannak, hogy miért nem nagyobb a fogyasztás ekkor a béremelkedés mellett. Egyrészt ugye a megtakarítások is eléggé magasak, tehát a folyó megtakarításai a háztartásoknak. Másrészt ugye a fogyasztás egy része azért a külföld felé realizálódik, úgymond, tehát elég sok az import, vagy akár a külföldre történő ilyen szolgáltatás, vásárlás, vagy ilyen bigfa nyelven fejezzem ki azt, hogy a magyarok egyre többet járnak a nyáron külföldre nyaralni. Tehát, hogy sok tényezője van, de valójában ugye mostanában elég sok szó esik arról, hogy milyen gyengén alakul a fogyasztás Magyarországon, én ezt szerintem jelentősen árnyalni kell. A fogyasztás nem teljesít egyáltalán rosszul, de lehet, hogy akár még jobban is teljesíthetne, tekintettel a béremelkedésre, illetve az egyéb faktorokra. Tehát ez az egyik dolog, amiről itt beszélni kell. A másik meg ugye egy nemzetközi kontextus, mondjuk egy régiós kontextus inkább, hogyha a környező országokat nézzük, és ha említettem már ezt a 4,1%-os második negyedévi fogyasztás bővülési adatot, ez körülbelül megfelelő egyébként a régiós átlagnak. Ha megnézzük Csehországot és Szlovákiát, ott a fogyasztás nem bővült ilyen ütemben, mint Magyarországon, ahol viszont gyorsabban növekedett, az például Románia, amit ugye említettünk a beszélgetésben korábban, hogy gyorsabban nőtt a fogyasztás, mint Magyarországon. Lengyelországban pedig körülbelül megfelel a fogyasztás bővülési üteme annak, amit Magyarországon is láttunk. Tehát igazából Magyarország a régióval megy ebből a szempontból, a beruházások oldaláról viszont annyira nem, és ezért látjuk azt, hogy a GDP nem tud olyan szépen növekedni, mint más országokban akár. Ugye, ahogy ön is említette, az európai tágabb szintéren nem teljesen úgy alakulnak a fogyasztási számok, legalábbis a növekedés semmiképpen sem, ahogy éppen itt itthon láthatjuk a számokból. Ugye a Financial Times volt az, aki az elmúlt időszakban publikált például egy olyan elemzést, amely összehasonlította az amerikai fogyasztást az európaival, és itt ebben azt elemezték, hogy egyébként az európai országokban átlagosan rekord mennyiségű
mennyiségű megtakarítási tendenciát lehet tapasztalni. Mi áll emögött a folyamat mögött? Kérdezem ezt azért, mert akár így átlagos füllel, ha az ember hallja ezeket a híreket, és próbálja megérteni, hogy miért növekszik itthon a fogyasztás, miközben egyébként azt talán nem igazán lehet feltétlen állítani, hogy kedvezőbb helyzetbe kerülnek a magyar fogyasztók, mint nyugati társaik feltétlenül, de hogy mindeközben mégis magas megtakarítási tendenciákat lehet megfigyelni a nyugat-európai országokban, az amerikai fogyasztástól elképesztő mértékben elesik, és mindeközben meg a magyar fogyasztás megnövekszik. Hogyan kell ezt elképzelni, mi állhat e mögött a tendencia mögött? Hát én azt gondolom, hogy itt elérkeztünk arra a pontra az ilyen országok közötti összehasonlításokban, amikor különbséget kell tennünk a között, hogy hogyan változik a fogyasztás, és hogy milyen az aktuális fogyasztás szintje. Tehát az biztosan állítható, és jelentős különbség van, hogy különösen az Egyesült Államokban, de Nyugat-Európában is a fogyasztás szintje az jóval magasabb, mint a magyar. És egyébként ez a régiós országokkal összehasonlítva is állítható. Tehát még az előbb azt mondtam, hogy a fogyasztásban a változás, tehát a növekedés, az Magyarországon az elmúlt egy évben az nem volt olyan rossz azért, mint amit szerintem a sajtóban most elég sok helyen lehet hallani, addig a szint, ahonnan növekedtünk, az viszont tényleg összehasonlításban, a nemzetközi összehasonlításban alacsonynak mondható. Ugye ennek is van több oka. Van ennek olyan oka, ami egyfajta ilyen gazdaságstratégiai döntésekhez is köthető. Itt arra gondolok, hogy ugye a jelenlegi kormányzatnak egy fontosnak tűnő stratégiai irányvonala az, hogy megfelelő mennyiségű megtakarítás képződjön a magyar gazdaságban. A 2000-es években lehetett azt látni, a jelentős eladósodottság mellett és a fogyasztásnak az érdemi növekedése mellett, hogy a háztartási szektornak a megtakarítási képessége az nagyon alacsony volt. Bizonyos években a nullát közelítette, tehát konkrétan volt olyan év Magyarországon a 2000-es években, emlékeim szerint 2003-ban és 2008-ban, amikor gyakorlatilag nem volt olyan szektor Magyarországon, aki ne adósodott volna el. És ugye, hogyha a belföldi szektorok közül mindenki eladósodik, tehát a háztartások, a vállalatok és az államháztartás, tehát a költségvetés is, akkor ezt mind külföldről kell fölvenni, mint hitel. Na most ez a helyzet azért a 2010-es években gyökeresen megváltozott, és nyilvánvalóan, hogyha a háztartási szektornak a megtakarítási képessége az magasabb, akkor ugye a teljes jövedelméből a fogyasztásra jutó rész az csökken. Tehát ilyenkor az a arány, amit a lakosság elfogyaszt a jövedelméből, az kisebb lesz, mint korábban, és ezért van az egyébként, nagyon sokszor látjuk, hogy amikor a magyar gazdaság teljesítményét megpróbáljuk összehasonlítani, nemzetközi összehasonlításba tenni, akkor ha a fogyasztás oldaláról közelítjük meg ezt a dolgot, akkor Magyarország jellemzően a legutolsók között van, sőt, van, hogy a legeslegutolsó Európában, fogyasztás alapon. Viszont ha a GDP oldalról nézzük meg, akkor általában néhány helyen javul Magyarország teljesítménye, mert a GDP az azért jobban teljesített ennél. És ugye emögött van ez a gazdaságstratégiai megközelítés. Ez az egyik része a dolognak. Viszont a másik része a dolognak az sajnos tényleg úgy van, hogy a magyarországi bérszínvonal az még igen-igen elmarad a nemzetközi, különösen nyugat-európai, nem beszélve az amerikai szintektől, és hát itt a minimálbér vagy a bérszínvonal a régióban sem túl magas, sőt az alacsonyabbak között van Magyarországon. Tehát ez a másik része a dolognak. Tehát egyrészt a fogyasztás szintje relatíve azért alacsonyabb nemzetközi összehasonlításban, mert egyrészt hogy a megtakarításra való koncentrálás az elmúlt években az fontos volt, így egy ilyen gazdaságstratégiai oldalról, gazdaságpolitikai oldalról. Másik oldalról viszont az is elmondható, hogy sajnos a bérek nem nőttek annyira, mint a régiós országokban. És ennek a kettőnek az eredője az, hogy összehasonlításban a fogyasztás szintje, még egyszer mondom, a szintje, az nem magas Magyarországon. Viszont visszatérve ugye a dinamikára, tehát hogy ez hogyan változik, azért az látszik, hogy a tavalyi évhez képest azért ez a változás most már jelentős pozitívumba váltott át, tehát ahogy mondtam, a változás iránya az régiós összehasonlításban egyáltalán nem rossz, csak hát ugye annyiban nőnek a bérek, hogy lehetne akár ennél is jobb. Ugye a bérek kérdése akkor került újra a nagy színpadra, illetve a figyelem középpontjába újfent, amikor ugye a magyar miniszterelnök igen
erőteljes ígéreteket fogalmazott meg, mind a minimálbér, mind pedig az átlag kereset kapcsán. És ennek mentén tenném fel a következő kérdést, hogy fölmerülhet ezeket a statisztikákat elemezve, hallgatva a hallgatókban is akár a kérdés, hogy egy olyan jellegű változást, amit a miniszterelnök beígért a következő időszakra nézve, az milyen hatással lenne ezekre a számokra, illetve az ön által az előző percekben felvázolt helyzetre, hiszen ahogy említette, a bőrnövekedéshez képest eddig is akár egy picit nagyobb növekedést várhattunk volna a fogyasztásba, de mi történik akkor, hogyha az elkövetkező években a magyar miniszterelnök által beígért változások, még ha mondjuk nem is egészében, de legalábbis nagy részében bekövetkeznek, hogyan kell ezt a folyamatot elképzelni, milyen hatással lenne ez a magyar gazdasági helyzetre? Hát itt ugye a bejelentett béremelkedési ütemek, illetve az ezzel kapcsolatos terveket mindenképpen a magyar gazdaság teljesítő képességének kontextusába kell helyezni, hogy úgy mondjam, ugye ez azt jelenti, hogy azok az elég ambiciózus béremelési tervek, amik elhangzottak, azokat ki tudja-e termelni a magyar gazdaság, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. És itt minden azon múlik, hogy ezeket a szép kerek számokat, amiket hallottunk, tehát ugye 1000 eurós minimálbér, meg 1 millió forintos átlagbér, ezeket mikorra tervezi a gazdaságpolitika elérni? 3, 4 vagy 5 éven belül? Nagyon nem mindegy, tehát hogyha 3 éven belül ezt szeretné elérni a magyar gazdaság, akkor nagyon-nagyon nehezen látszik az, hogy egy ekkora béremelkedésből ne legyen jelentős infláció. Ugye most a béremelkedés, ugye az egyik előző kérdésre adott válaszomban mondtam, hogy azért nagyon jelentős mértékű, de viszonylag mélyről indulunk sajnos, tehát hogy azért az elmúlt években a gazdasági helyzet nem tette lehetővé a komolyabb béremeléseket, úgyhogy ezt hogy most így bepótolja a gazdaság, ugye nagyon magas volt az infláció is, de azért egy idő után ezt nem lehet a végtelenség folytatni akkor, hogyha amúgy a gazdasági növekedés az nem tudja tartósan elérni a 4-5%-ot reál értelemben. És ezért egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy ott nem tartunk. Hát ami jelenleg látszik, amire a magyar gazdaság úgy növekedéssel képes lehet a következő 1-2 évben, az ugye 3%-nál nem nagyon sokkal több. Ugye lesznek majd itt választások 2026-ban, akkor azért várhatóan a gazdaságpolitika megpróbálja élénkíteni a növekedést, tehát elképzelhető 3,5% fölötti növekedés átmenetileg, de tartósan már az is kicsit húzósnak látszik. Ennek egyébként nem csak belső, hanem külső okai is vannak. Ezt mostanában egyébként vizsgáltuk is, hogy milyen kontextusban lehet ezt helyezni. Tehát, hogy 2015 és 2019 között a magyar exportpiac külső kereslet ilyen GDP alapon, tehát hogyha úgy súlyozzuk össze, hogy a magyar gazdaság melyik piacok felé mennyit exportál, és ezeknek a súlyát vesszük, és fogjuk ezeknek az országoknak a GDP növekedését, akkor azt láttuk, hogy egy ilyen hipotetikus külső kereslet, az olyan 2,5%-kal nőtt, ez ugye a múlt idő 2015 és 2019 között. Ezekben az években a magyar gazdaság meg tudta haladni a 4%-os növekedést átlagosan. Ugyanakkor, ha most nézzük meg 2024-ben, és mondjuk 25-26-ra kivetítjük, hogy ugyanez a külső keresleti tényező mekkora lehet, az valószínűleg nem fogja elérni a 2%-ot sem, sőt, még 2025-ben is inkább a 1,5%-hoz lesz közelebb, nem a 2-höz. Ugye ez kisebb, mint a 2,5%, ami korábban volt jellemző, amikor a magyar gazdaság tudott nőni 4% fölötti szinteken. És ráadásul ugye itt jönnek a belső keresleti tényezők is, tehát akkoriban a 2010-es évek második felében azért több Európai Uniós forrás érkezett Magyarországra, mint most, alacsonyabbak voltak a kamatok, és hát a költségvetési hiánnyal kapcsolatban sem kellett annyira-annyira odafigyelni, mint mostanában, úgy értve, hogy akkoriban a költségvetés nem volt elszállva, nem erre gondolok, csak akkor az alapvető folyamatokból akár egy költségvetési többlet is kijöhetett volna, ehhez képest kis deficiteket láttunk azokban az években. Na most összességében a költségvetés a jelenlegi állapotában nagyon-nagyon nagy élénkítésre nem lenne képes, azt a piacok valószínűleg gyorsan megbüntetnék. Tehát összességében a belső keresletet nem lehet úgy stimulálni, mint a 2010-es évek második felében. Emellett a külső környezet sem olyan jó, tehát nem fog tudni úgy húzni fognak úgy húzni a külpiacok sajnos, mint a 2010-es évek második felében. És így jön ki az, hogy igazából 3-3,5%-nál többre jelenleg a magyar gazdaság önmagában nem nagyon lehet képes. Most ezt a hosszú kitérőt elnézést kérek érte, de azért tettem, hogy kontextusba lehessen helyezni azt, hogy mondjuk a minimál bérekben 3 éven keresztül tartó 12%-os emelés,
az egy olyan dolog, ami úgy éppen-éppen talán, de elérhető. Tehát, hogy 12%-kal nőnek a minimálbérek, akkor az valószínűleg a bruttó béreket 8-9%-kal tudja emelni, mondjuk 8%-kal, közben, ha van egy 3-4%-os infláció, akkor ki lehet számolni, hogy azért a reálbérek elég jelentősen nőnének ezekben az években. Ugye ehhez képest a 3-3,5%-os reál GDP növekedés, ez még mondjuk úgy talán elég ahhoz, hogy ebből ne legyen többlet infláció. De hogyha ennél gyorsabb üteműre szeretné kapcsolni a gazdaságpolitika a bérek emelkedését, akkor ahhoz valaminek változnia kell a reálgazdaságban. Termelékenyebbé kell válni, hatékonyabbá kell válni, ilyenfajta változásoknak kell jönnie, mert a jelenlegi állapotában a magyar gazdaság ennél többre bizonyára nem lenne képes, abból azt látnánk, hogyha mégis erre tennének kísérletet, hogy nő az infláció, még jobban gyengül a forint, az MNB-nek akkor magasabbra kell emelni a kamatokat, tehát egy nem kellemes forgatókönyv alakulna ki belőle, bár rövid távon azt lehetne mondani, hogy hú, milyen jó 20%-kal nőnek a béreink, csak hát ezt azért valakinek ki kell fizetnie, és ugye ebből tud infláció meggyengülő forint kialakulni. Úgyhogy kell hozzá a reform, kellenek hozzá a beruházások, és kell ahhoz, hogy hatékonyabban váljon a magyar gazdaság, hogy ezeket a nagyon... nagyon ambiciózus bérszámokat be lehessen tartani, de az, amit néhány héttel ezelőtt lehetett még hallani, hogy 3 éven keresztül 12%-kal nőjenek a minimálbérek, az még azért talán megvalósítható a jelenlegi körülmények között is, ennél több viszont nem igazán. Végezetül pedig utolsó kérdésként egy már-már túlságosan leegyszerűsített kérdést szúrnék ide, mégpedig azt, hogy sokféle adatot és kilátást hallhattunk az előző percekben, de végeredményben a magyar gazdaság jelenlegi helyzetében a tapasztalt, illetve jegyzett számok, illetve tendenciák azok most megfelelőek-e, illetve ugye a fogyasztással kapcsolatban nagyon sok esetben fölmerülhet kérdésként, hogy most megfelelő-e, illetve melyik a jobb most például a magyar gazdaság jelenlegi állapotának, a jelenlegi gazdasági stratégiának, hogyha a magyar többet fogyaszt, vagy ha pedig kevesebbet, hogyan kell ezt elképzelni, milyen a mostani számok, hogyan viszonyulnak a magyar gazdaság aktuális helyzetéhez, és ki lehet-e mondani, hogy jó, rossz, vagy hogy valamerre másfele kell haladni? Hát én azt gondolom, hogy a jelenlegi állapotban az lenne talán egy fokkal jobb, ha egy kicsikét többet fogyasztanánk Magyarországon. Tehát ugye mondtam, hogy a fogyasztás dinamikája, tehát a változása, nem a szintje, hanem a változása, az nem alakul olyan rosszul. Azt gondolom, hogy a jelenlegi béremelések fényében akár ennél gyorsabbra is képes lenne a magyar gazdaság, és az még nem okozná az egyensúlyi helyzet komoly felborulását. Ugye a külső egyensúlyunkban így is egy érdemi többlet látható, tehát ha mondjuk a fogyasztás ennél is gyorsabban bővülne, az ugye többlet importot generálna, ugye ez a külső egyensúlyi helyzetét a gazdaságnak rontaná, de az most egyébként is többletes, tehát hogy innen nem éreznék komolyabb kockázatot. Ahol egy fokkal nagyobb kockázatot látok, az az infláció, mert ugye az infláció most legutóbb már lejött 3%-ra, de a következő hónapokban valószínűleg ugyan bázishatások miatt, de emelkedni fog évvégére bőven 4% fölé, és hát a jövő évi átlag is, bár szerintünk azért az MNB-nek az úgynevezett tolerancia sávjában maradhat, ugye ez a 2-4%, de ennek is inkább a felső oldalában, tehát mi 3,5% fölött látjuk valamivel a jövő évi átlagos inflációt, úgyhogy azért itt van egy kicsi kockázat, hogy ez még magasabb lehet, hogy a fogyasztás tudna nőni, de egyébként, hogyha a Magyar Nemzeti Banknak a kamatpolitikája olyan lesz, ami erre tekintettel van, akkor azért én azt gondolom, hogy ez beleférhet, hogy a fogyasztás jobban növekedjen, és a jelenlegi helyzetben valószínűleg ez lenne a valamivel ildomosabb, hogy többet fogyasszunk. Ugye visszatérve itt a fogyasztási szintekre, én azt gondolom, hogy azért az is indokolná azt, hogy a magyar gazdaság fogyasztása szintje az eléggé alacsony, régiós összehasonlításban is, európaiban meg pláne, tehát lehetne itt tér a növekedésre, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen bér emelkedés mellett még egyszer az, hogyha a magyar gazdaságban a háztartások egy kicsit kevesebbet takarítanának meg, és valamivel többet fogyasztanának, az valószínűleg egy előnyös dolog lenne a gazdaság szempontjából.
Ennyi fért a mai adásunkba, viszont ígérjük hallgatóinak, hogy amennyiben újabb adatok kerülnek elő, illetve újabb fejlemények vannak, mindenképpen beszámolunk ezekről, illetve szakértő vendégeinkkel elemezzük. Árokszállási Zoltánnak, az MBH elemzési centrumának igazgatójának pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Én is nagyon szépen köszönöm.